Eredetileg 11 intézkedést ajánlott az Európai Unió számára az a javaslatcsomag, amelyet polgári kezdeményezésként nyújtottak be. A magyarok mellett dániai, belgium és olaszországi német kisebbségek, valamint a hollandiai Friesföld tartományában élők is támogattak. Hosszas jogi procedúra után a 11-ből 9 javaslat esetében engedélyezte az Európai Bizottság az aláírásgyűjtést. Lényege, hogy egy új EU-s ajánlás fogalmaznak meg a kulturális és nyelvi sokféleség védelmében. Emellett az uniós támogatási programokat is úgy módosítanák, hogy azok a kis régiókban élők és a kisebbségi nyelvet beszélők számára is elérhetőek legyenek. A kezdeményezésről szerdán az Európai Parlament petíciós bizottsága tárgyalt Brüsszelben. A magyar képviselők kiemelték, számukra is fontos, hogy erről a szabályozás szülessen, hiszen az a felvidéken, vagy éppen az Erdélyben élőkre is kiterjedne. Utóbbi területről már mintegy 260 ezer támogató aláírást össze is gyűjtöttek. Az RMDSZ azt vállalta, hogy 4 milliót összegyűjt, ezt meg is tettük, kicsivel többet gyűjtöttünk, de még nem álltunk le a kampánnyal olyan értelemben sem, hogy minden hétvégén most, ami még hátra van, én is járok, és biztatjuk az embereket, hogy hívják föl, írjanak Magyarországon, vagy a világ bármely táján élő barátaiknak, rokonaiknak, akik uniós állampolgárok, mind aláírhatnak. A kárpátaljai magyarok speciális helyzetben vannak. Mivel Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, rájuk nem terjed neki a szabályozás egyelőre. A kisebbségek ügyét azonban ők is tudják aláírásukkal támogatni. Kárpátaljai magyarok a magyar nemzetpolitika révén azért mégiscsak tagjai az egységes magyar nemzetnek, és a kettős állampolgárság révén azért van egy nagy lehetőségünk arra, hogy mégiscsak részt vegyünk ebben a Minority Safe Pack aláírásgyűjtésben, és azok, akik rendelkeznek magyar állampolgársággal is aláírhatják, és részt vehetnek ebben, támogathatják, hogy könnyebben összegyűjjön az 1 millió aláírás. A kezdeményezés az unió összes kisebbségét segíteni. Becslések szerint minden 7. európai polgár valamelyik történelmi kisebbség vagy etnikum tagja. Ennek ellenére számos olyan terület van, ahol érdemben nem foglalkoznak a mentőcsomaggal, sőt folyamatosan támadják azt. Az Európai Bizottság, tehát az Európai Kormány elutasította az egészet. Erre a FOEN, a kisebbségi európai szervezet, az Európai Bíróság elé vitte a témát, és az egyik oldalon volt a hatalmas, nagy magasságos Európai Bizottság Románia, Görögország és Szlovákia támogatásával, a másik oldalon meg volt a kis Dávid, a FOEN, Magyarország támogatásával, és győzött a Dávid a Góliát ellen. Magyarországon a Rákóczi Szövetség vállalta az aláírások összegyűjtését. Bárki, aki magyar állampolgársággal rendelkezik, aláírhatja a kezdeményezést, ezt akár online formában az interneten is megteheti, de elég bármelyik postahivatalba bemenni, és ott aláírni a gyűjtőívet. Az Európai Unióban jelenleg mintegy 50 millió őshonos nemzeti kisebbség él, az EU-ban viszont nincsen egy olyan átfogó szabályozás, amely az ő jogairól rendelkezze. A Minority Safe Pack polgári kezdeményezés elindítói szerint azért van szükség erre a kezdeményezésre, hogy mindenki szülőföldjén maradhasson és ott boldogulhasson. Ahhoz, hogy ezzel az Európai Bizottság érdemben foglalkozzon, mintegy 1 millió aláírásra van szükség 7 tagállamból. És az 1 millió aláíráshoz még körülbelül 400 000 aláírás hiányzik. A Kölcsei Televíziót Erdős József tudósította Brüsszelből.